A mai részben a szállítói kifogásról lesz szó. Ugye egyrészt áruátvételkor azonnali reagálásra van lehetőségünk, tehát megtagadhatom az áruátvételt már magánál a szállítónál. Ugye minőségi hiba esetén ugye jegyzőkönyvet kell felvennem, és röviden ugye az eset leírása és a megoldási javaslat a problémára. Tehát mit tudom én, kamionpakolás közben leesett egy áru, és akkor hát minőségi hibája lett, vagy már kipakolás közben észrevettük, például, hogy penészes a paradicsom például. Tehát minőségi hiba esetén ugye van áruátvételkor lehetőség a szállítói kifogásra. Tehát ilyenkor jegyzőkönyvet kell felvenni. Ugye egyébként még van 8 napon belül is. Ugye ez a 8 nap. Lehetőségünk, hogy reklamáljunk. Ugye ezt a törvény adja, és ezt rejtett hiba esetén szokták alkalmazni ezt a 8 napot. Tehát van szállítói kifogás lehet áruátvételkor, illetve 8 napon belül. Tehát áruátvételkor ugye, amit beszéltem, hogy azonnali reagálás lehetséges, ugye. Ott a helyszínen megtagadhatom az áruátvételt. Ugye minőségi hiba esetén, vagy valami esemény kapcsán, hogy leesett a kamionról, vagy a furgonról, és így már nem akarom átvenni, hiszen hibás az a termék. Tehát ilyenkor jegyzőkönyvet veszek fel, és ugye a 8 napon belüli rejtett hiba esetén is jegyzőkönyvet kell felvennem. Tehát minden szállítói kifogást jegyzőkönyvezni kell. Nagyjából szerintem így a szállítói kifogás ennyi is lett volna, úgyhogy köszönöm a figyelmet, és további jó tanulást kívánok!